Köszöntöm nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazin műsorát látják. Nőnapi kavalkád, bababőrzétől a nőiség megéléséig. A természet szeretete indította el ebbe a férfias szakmába. A szerelem hozta szexárdra. Szereti nőként élni az életét, a Tarkászti szakmai és sportigazgatójával beszélgettünk. Megteremtette saját világát, a Decsi hegyen jártunk Unyi Máriánál. A szexárdi nőnapi kavalkád színes programokkal várja az érdeklődőket. A rendezvényt a Babits Mihály Kulturális Központ és a Mentál Higiénés Központ közösen szervezi. Berlinger Attila elmondta, szoros együttműködés áll fent közöttük, és roppant szerencsésnek tartja, hogy így olyan szín is a kavalkád egyvelegébe kerülhet, ami bár fontos, a mindennapiságban talán mégsem kap akkora hangsúlyt, mint kellene. A kulturális központunk este is készül kiváló programokkal. Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertjét láthatják a színházteremben az érdeklődők. Azt hiszem ez a páros ez önmagáért beszél, hogy nem csak hölgyeknek, hanem mindenkinek, férfiaknak is szerintem ez egy kiváló alkalom lesz ide látogatni hozzánk. Majd 10 órától a placon a tavalyi nagy sikerű retro diszkó partink ismétléseképpen ebben az évben is várjuk a táncos lábúakat. Ki is lehetne egy kiválóbb DJ ezen az estén, mint Bétót László, a hosszú évtizedek óta ismert lemezlovas. Táborfi Gábor kollégánkkal együtt azt hiszem egy nagyszerű hangulatot fognak varázsolni. Csajos cuccok, szépségápolási tippek és trükkök, bababőrze és még sok-sok más is terítékre kerül. Táncos bemutatók, salsa party és nagyon-nagyon sok érdekesség vár mindenkit, úgyhogy arra kérem a kedves érdeklődőket, hogy a szexadagora.hu oldalon nézzék át azt a részletes programot, mindenki választhat ebből a kedvére valót, és nagyon fontos elmondani, hogy a színházi és a diszkón kívül még egy egész napos mozi programmal is jelentkezünk, természetesen csajos és családi filmekkel, itt a rajzfilmektől egészen az utóbbi időszak kedvelt hölgyek által különösen kedvelt mozi műsorait, mozi előadásait kedvezményes áron lehet aznap megtekinteni, minden adott a jó hangulathoz. Köszönjük szépen a hölgyeknek azt a sok energiát és áldozatot, amelyet értünk férfiakért is tesznek, igyekszünk ezt egy kicsit meghálálni. Mindenkit sok szeretettel várunk. Pócs Margin szerint nagyon fontos, hogy a nőiséget, a női szerepeket is bemutassák, sőt, az általuk szervezett programokon az érdeklődők megélhessék ezeket. Az első csoportba tudom sorolni azokat a nagyon mély személyes jelenlétet, interaktivitást is feltételező együttlétet, amikor is a Kreatív Színházban tudnak közösen együttműködni, és a női szerepek témakörben tudnak majd együtt dolgozni Bodonyi Iván játékmester vezetésével, majd a Életerő meseműhely most fog indulni és debütálni ezen az alkalmon, amelynek minden hónapban lesz egy folytatólagos műhely munkája, tanztünde mesekutató vezetésével, és légzéskoordináció és légzésterápiával is tudnak ismerkedni azok, akik igénybe veszik majd Halász Gábor légzéstrénernek a megajánlott foglalkozását. A Mentál Higiénés Központ szervezésében olyan érdekes előadások hangzanak el, mint Antal Valitól a Miért van a nők kezében a világ egészsége, vagy Barakádár Katalintól a szorongás, félelem és megküzdés. Nők a nőkért bábosság történetének érdekességeit fogja előadni Galinger Bodrogi Boglárka szülésznő, Jólét nőként a ruhanó mindennapokban Műkovács Linda Jólét nagykövet előadását is hallhatják. A nőiséget kiteljesítő saját élményű foglalkozások sora részünkről a Gerinc Fitness-szel indul, Patkó Kata Pilates oktató vezetésével, hangfürdő és hangutazással is megkínáljuk a lányokat, asszonyokat. Halász Gabriella egészségfejlesztő fogja vezetni ezt a szép foglalkozást, és ezeket a szép mozgásos formációkat jóga áramlás, a jóga fogja az áramlás, mozdulatlanság és elcsendesedés összefoglaló címmel Kulisitné Finta Ágnes jóga oktató ajánlani az embereknek. A sajtótájékoztatón a Dolce Dance tánciskola két táncosa egy kis ízelítőt is tartott a latinos ritmusokból, ők is szívesen várják majd a szalsza iránt fogékonyakat.
A természet szeretete indította el ezen a pályán. A szerelem hozta Szekszárdra. Ő az egyetlen női vármegyei elnök az országban. Vendég Edittel beszélgettünk, aki egy férfias szakmában vezetőként állja meg a helyét és mondja el üzenetét nőtársainak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke otthonában fogadott bennünket. Beszélgetésünk apropója a közelgő nőnap. Én Felvidékről származom, Komáromban születtem, és ott is jártam a gimnáziumot, és aztán a Rákóczi Szövetségnek a jóvoltából egy tanulmányi ösztöndi kapcsán a továbbtanulásomat, tehát az egyetemi diplomámat, azt már Mosonmagyaróváron az Agrártudományi Egyetemen szereztem, és szakmérnöki diplomát is szintén Óváron kaptam. Ugye fölmerülhet a kérdés, hogy hogyan kerültem Szekszárdra mindezek után. Engem egy szerelem hozott ide ebbe a városba, Szekszárdra, aztán ez sajnos megszakadt, utána jött újabb kapcsolat, és én itt maradtam. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az egy nő számára, hogy egy megbízható, erős társ legyen a háttérben, aki, hogyha kell, akkor támogat. És azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés vagyok ennek a kapcsán, mert a jelenlegi párom pont ilyen. Mindenben támogat, mindenben mellettem van. És ugye az én munkám azért eléggé mozgós, rendezvények, vagy mi szervezünk rendezvényt, vagy én megyek rendezvényre, tehát azért nagyon sok mozgással, utazással jár, úgyhogy ő nagyon megértő ilyen szempontból, és tényleg még akár a háztartásba is besegít. És hát mi ugye egy kis mozaik családként működünk, neki van két kisfia, akik hála Istennek nagyon intelligens, nagyon-nagyon jóra való gyerekek, és az első perctől elfogadtak engem, és hát én is nagyon-nagyon szeretem őket. Én nagyon szerencsés voltam abban a tekintetben is, hogy amikor ide Szekszárdra kerültem, akkor az én első munkahelyem az Agrárkamara volt természetesen, ennek a jelenlegi kamarának a jogelődje. És én ott kezdtem el dolgozni, végigjártam a ranglétrát. Hát azért volt egy pár év kitérő, egy kis egyéni vállalkozás és közigazgatási kitérő. 2014 óta vagyok ismét az Agrárkamaránál, úgyhogy most már 10 éve. Először, mint megyei igazgató, és utána most megtisztelt a Magosz és második alkalommal jelölt a vármegyei elnöki pozícióra, úgyhogy ezt töltöm be most jelenleg. Az igazság, hogy a pályám elején én is éreztem azt, hogy nőként azért sokkal jobban meg kell dolgoznunk, hogy elismerjenek, de mostanra már azt gondolom, hogy ilyen probléma nincsen. Tehát teljes egészében elismernek úgy a szakmán belül, mint itt a városon belül, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Véleményem szerint egy női vezetőnek lehet, hogy a felelősségvállalás az még inkább hangsúlyos feladat, és én azt gondolom, hogy a női vezetők azok sokkal inkább megértőek, empatikusak, lojálisak, úgy a munkatársakkal, mint az üzleti partnerekkel szemben, és én is ezt az elvet vallom, úgyhogy én se főnöknek érzem magam, hanem inkább vezetőnek. Azt hiszem, hogy itt a két fogalom között a minőségi különbség az érezhető, úgyhogy mindenképpen ennek a szellemében vezetem én a kis csapatomat. Mezőgazdaságban dolgozó körülbelül 30%-a nő, és hogyha azt vesszük, hogy a gazdaságok vezetői hány százalékban képviseltetik magukat a hölgyek, az is körülbelül ez a 27-30%. Ugye mivel Magyarországon a mezőgazdaságunk az a családi gazdaságukra alapozott mezőgazdaság, a hölgyek azok a család révén mindenhol ott vannak. Tehát a háttérmunka, még hogy a férfi is vezeti a gazdaságot, a háttérmunkában, az adminisztrációban a hölgyek folyamatosan ott vannak. Női vezetők még szerintem annyiban is többek, mint a férfi vezetők, hogy mi nők döntési helyzetekben nagyon sokszor használjuk az intuícióinkat, és ez szerintem nagyon fontos, és nagyon jó döntéseket sugallnak nekünk
az égiek. Úgy is szoktuk kiválasztani a kollégákat, hogy a szakmaiság is rendben legyen, és ne csak jó szakember legyen az a kolléga, hanem jó ember is legyen. Tehát, hogy be tudjon illeszkedni a mi kis csapatunkba. Tegnap is rendkívül, nem is 30 kilométert kerékpároztam, úgyhogy amikor csak tehetem. Hát most már tényleg gyönyörű szép idő van, nagyon-nagyon korai a tavasz, meglátjuk, hogy még mit hoz majd ez az év, de hogyha tehetem, akkor én a friss levegőn vagyok, és nagyon szeretem. Ugye páromig családi házban laknak, tehát ott most már lassan indul a kertészkedés, palántázás, paprika palántáim is már nagyon szépek, paradicsomok is kelnek, tehát mi, amit tudunk, meg is termelünk magunknak. Tehát nagyon férfias világban élünk, és néhány szituációban azért nekünk, hölgyeknek nehéz a női minőséget megmutatni, és én most, hát így nőnap alkalmából azt üzenném a hölgytársaimnak, hogy ne csak otthon, a családon belül, hanem tényleg a hivatásunkban, a szakmánkban is mutassuk meg ezt a női minőséget, ne akarjunk úgy működni, mint a férfiak, mert egy nőnek a lelke azért teljesen más, mint egy férfinak a lelke. Női sportvezető, édesanya, feleség, társ, és nem utolsó sorban gyönyörű nő. Szabó Noémi osztotta meg velünk gondolatait nőnap alkalmából. A TAR KSC szakmai és sportigazgatója beszélt nekünk privát életéről. Hosszú, harmonikus házasságának titkáról, és hogy a női energiákra mennyire nagy szükség van nem csak a családon belül, hanem az egész világban. Úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés nőnek mondhatom magam, mert hogy lassan az idei évben betöltöm az 50-et, úgyhogy már nem vagyok fiatal, de még talán nagyon idős sem. És ugye ezekben a hetekben ünnepedett le bennem közeleg a tavasz, közeleg a nőnap, hogy azért mondhatom magam rendkívül szerencsésnek, mert hogy a női lét szinte valamennyi aspektusát meg tudtam élni az elmúlt évtizedekben. Nagyon különleges szerintem, főleg manapság már az én helyzetem, hiszen szerencsére hozzámentem az első szerelmemhez, és ez egy jó döntésnek bizonyult. 15 éves voltam, amikor a férjemet, Finta Viktort megismertem a Garai János gimnáziumban. Ő akkor volt 17. És hát természetesen, mint minden párkapcsolatban, vagy minden házasságban azért itt is voltak hullámhegyek, meg hullámvölgyek, sőt vannak is, de azt gondolom, hogy az, hogy idén március 21-én 34 éve vagyunk együtt, az szerintem egy rendkívüli dolog a mi életünkben, és egy nagyon boldog, kiegyensúlyozott házasságban élünk. Természetesen mind a ketten nagyon sokat változtunk az elmúlt évtizedek alatt, hiszen egy kamaszkori szerelemből mind a ketten érett felnőtt férfivá, illetve nővé cseperedtünk, és azt gondolom, hogy nagyon szépen le tudtuk követni egymás fejlődését, és a párkapcsolatunkban, aminek mindig nagyon fontos szerepe volt, akkor az a kommunikáció. És mivel mindig mindent végül is meg tudtunk beszélni, így a legnagyobb nehézségeken és a legnagyobb mélységeken is túl tudtunk a Viktorral jutni. Van két csodálatos gyermekünk, egy 21 éves nagyfiam Zétény, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jár, és van egy csodás kislányom, aki most lesz majd 12 éves, ő a Babits Mihály általános iskolában tanul, 6. osztályos, úgyhogy ebben is óriási szerencsénk van, hiszen két különböző nemű gyermeket adott nekünk a Jóisten, ennek a szerelemnek lett a gyümölcse ez a két csoda. A másik dolog, ami hatalmas örömmel tölt el, hogy én mind a 49 évemet Szekszárdon éltem, ugye itt nőttem fel, ugyan Budapesten születtem, de egy év után ide kerültem, és eddig, amit én szerettem volna a saját privát életemben, illetve a hivatásomban, azt mindent meg tudtam valósítani. Ugye mindenki tudja már szinte rólam, hogy a kosárlabda nagy szerelmese vagyok, hiszen ebbe születtünk bele a testvéreimmel együtt, és először ugye Baján végeztem a Garai Gimi után tanítóképzőt, 18 évig tanítottam a Babits iskolában, és mellette edzősködtem. Elvégeztem Budapesten a testnevelési egyetemet, kosárlabda szakedzővé váltam, és az elmúlt évben meg itt Szekszárdon végeztem a főiskolán egy PR menedzser sajtókommunikációs szakot. Úgyhogy ez a három, úgy igazából mind a három diplomámat a mai napig használom és hasznosítom, és úgy gondolom, hogy
hogy nőként azért ma Magyarországon nincs egyszerű helyzetben senki, és ezt egy nagyon kedves tanáromtól tanultam, 4 jelzőt, ezt nem én találtam ki, és ezt nagyon sokáig nem is vettem észre, és azóta egy kicsit ilyen szemmel is figyelem a mi világunkat. Széchy Gábor professzor úr tanította nekünk az egyetemen, hogy a magyar társadalom individualista, férfias, újdonságkerülő, úgyhogy ezek a dolgok azért ugye a mindennapokban találkozhatunk, és minden nőnek azt gondolom, hogy mind a magánéletben, mind a hivatásban ezekkel azért meg kell küzdeni, legyünk őszinték, ritka az, ahol nem. Most az én pályám úgy alakult, hogy 2017-től már csak a KSC-t vezetem, felmondtam ugye az iskolában, és nem pedagógusként dolgozom, és Gergő öcsémmel vezetjük a KSC-t, egy sportvezetőként, sportigazgatóként dolgozom, ami azért teljesen más, mint egy tanítónéni élete. Ott egyébként a pedagógus társadalomban nem éreztem a társadalomnak az e-fajta kihívásait, sportvezetőként, női vezetőként azért ez egészen más, ez egy sokkal férfiasabb, sokkal keményebb világ, ahol egyébként azt gondolom, hogy szeretettel, empátiával, kommunikációval nagyon sok mindent el lehet érni a férfiak mezőnyében, és én úgy érzem, hogy szükség is van ezekre a női energiákra. Noémi szerint nagyon fontos a kommunikáció minden jellegű kapcsolatban, de ez akkor tud igazán hatékony lenni, ha az ember ismeri önmagát. Ugye tekintélyelvű is ez a társadalom, és nekem van egy kicsit kevésbé ismert spirituális oldalam is, illetve érdeklődöm nem túl mélyen, de azért azt gondolom, hogy ez is fontos az ember életében, hogy picit néha a racionalitástól és a valóságtól elszakadjunk, és azért a saját személyiségem megismerése során kiderült az, hogy bennem is van félelem a férfi tekintélytől. Méghozzá olyan férfiak tekintélyétől, akik a szívemhez nagyon közel állnak, úgyhogy itt a férjemről, az öcsémről, ugye Gergőről, illetve a vezetőedzőnkről, Gyoki Dzsejkóról van szó, akiknek a vonzás körzetében élem az elmúlt 8-10 évemet, és hát ugye igyekszem én nekik megfelelni, mind a mellett, hogy próbálom megőrizni a saját identitásomat. Na ez az igazi kihívás, és hogy ezeket a mindennapi harcokat, konfliktusokat úgy tudjam lekezelni, hogy az a nagyfokú szeretet megmaradjon mind a három férfi irányában, ugye mind a három fajta szeretet egy másfajta kapcsolódás, de azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen meg tudtam őrizni, és így ezáltal nem csak az én személyiségem, hanem ezeknek a férfiaknak a személyiség is sokat fejlődött, így aztán a családi életünk és a KSC is azt gondolom, hogy jó úton van. Úgyhogy én ezeket így dolgozom fel és így élem meg, hogy biztos, hogy kell nyújtsak stabilitást és melegséget ezeknek a férfiaknak a legvadabb és a legzordabb pillanataiban is. Úgyhogy én szeretem nőként élni az életem. Rügyfakadás és tavasz illat van a Decsi hegyen. Nem csak különleges csokoládékat és szörpöket, hanem egy egész világot teremtett magának, amiből másoknak is ad. Unyi Mária birtokán jártunk. Az üzlet az, hogy otthonában beszélt nekünk férje hirtelen elvesztéséről, ezt hogyan tudta feldolgozni, és közben egy egész gazdaságot, vállalkozást és családját működtetni. A szeretet, ami körbeveszi, hatással van mindenre és mindenkire, aki ide látogat. Sokkal több a férfi energia bennem, és ugye most értem be arra, hogy tombol bennem az, hogy most már nő lehessek, és ezt az igazi női energiát, ezt a minőséget megélhessem. Hát hosszú út vezetett, tehát én sem mai gyerek vagyok már a koromnál fogva, de végülis minden időszakomnak megvolt a maga jelentősége, hogy hogyan alakultam át. Ugye amikor megszülettünk, akkor mi vagyunk a királynők, a királylányok, a kis habos-babos ruhával, magas sarkú cipőkkel, a anyukámnak a cipőjét biztos próbálgatta minden kislány. És ugye akkor még bennünk van ez az eredeti szép női energia, amivel születünk, minden kislány születik ezzel az energiával, csak aztán az idővel ez átalakul. Egyrészt a rengeteg szabály, amit hoznak, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, amazt ne csináld, és ugyan letörik ezeket az energiákat a kislányokban már rögtön. Jön a trollkodás, főleg a mai világban, amik vannak már óvodában, ugye a gyerekek, amit csinálnak egymással. Nekem szerencsém volt, mert én úgy nevelkedtem föl, hogy mi
viszonylag elzárt voltunk gyerekkorunkban, mert édesapám az erdészvadász volt, és ebből adódóan mi tanyán éltünk. Tehát én erdőbe születtem, én a környezetem az csak a természet vett körbe, nem volt szomszédunk. Viszonylag távol voltunk a falutól is, amikor már oda kiköltöztünk Pörbőjre. Tehát mi már olyan kis zárt közösségben voltunk, és nekünk meg volt a magunk kis világa. Egy kis védett kis burok világunk meg volt, és most nagyon örülök, már végül is ugyanolyanban élek, mint amilyenbe születtem bele, úgyhogy sikerült kis kanyarokkal elvétve, de sikerült visszatalálnom ahhoz, amiben beleszülettem. Ezt a finom női energiát a Föld hozta meg. A Föld. Tehát, hogy ide költöztünk, itt sincs olyan sűrűn sok szomszédunk. Gyönyörű szép a kilátás, iszonyat jó energiák vannak itt. Én imádom azt, hogy szélcsatornában vagyunk, itt minden mozog állandóan, minden mozgásban van, és végülis az életnek ez a lényege, hogy mozgásban legyen minden. És itt kezdtem el a növényekkel foglalkozni, folyamatosan tanulok. Én előtte egy kapavágást nem csináltam, teljesen más életvitelt éltem. Most jó lenne a tanácsa, a sok-sok tanácsa a maminak, hogy ő hogy művelt kertet, mert ők még abban a hagyományos világban, ugye, hát hány évvel, 50 évvel ezelőtt, tehát ők még teljesen másképp gazdálkodtak. Jó lenne most a tudását úgy magaménak tudni. Nem én vagyok az, aki kivonja a karját, és itt vagyok, és így győzni akarok mindenki felett. Én már nincs bennem ez a vágy, hogy ez a harciasság nincs bennem. Nem mondom, hogy teljesen elmúlt, mert szerintem egy egészséges harciasság mindenkinek kell, hogy legyen, de átváltozott az a minőség. Ugye nekem azért elég sok kihívás volt az életem során, és két és fél évvel ezelőtt a férjem az eltávozott, és hát itt maradtam 3,5 hektáron. Belekezdve elég sok mindenben, tervekkel tele, hogy fogjuk fölépíteni az életünket, és hogy fogunk itt egy önállátó gazdálkodást csinálni. Félbe maradt építkezések, félbe maradt telepítések, és hát hogy fogom tudni én ezt átvenni, úgyhogy én egyedül csináljam. Hát meg voltak a hullámvölgyeim, meg volt az, amikor teljesen padlóra kerültem, hogy most mi lesz velem, hogy fogok ebből fölállni, és szép lassan minden nap erősítettem magam, hogy ezt is meg tudom csinálni, azt is meg tudom csinálni, és apró célokat tűztem ki. Tehát azokat a nagy terveket, amik voltak a férjemmel, teljesen lebontottam icipicire. És amit láttam, hogy az egészségem és a kapacitásom már nem fog bírni, elengedtem. Itt a Málnácska, őt megmutatom, mert ő kezdett el finomítani a legjobban. Hogy ez a cica mire képes, az egy csoda. Ő engem választott, valamelyik szomszédunkból jött át, és azóta egyszerűen ezt a lágyságot, ezt a finomságot, amit egy cica tud, meg a határokat, a határok megszabását annyira szépen tanítja, hogy nagyon. Úgyhogy ő az, akivel nagyon sokat is a kislányomon is látom. Ő cica gyűlölő volt. Volt, ő nem szerette, tehát ő ki nem állhatta a cicákat, és ő rajta is nagyon sokat finomított. Tehát az állatok azért nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy változunk, Tehát az állatokkal való foglalkozás is nagyon sokat segít. Marcsi és Jani a nap 24 óráját közösen töltötték. 22 évet éltek úgy, hogy mindig volt beszélni valójuk, de csak simán a csöndben is tudtak együtt lenni. Ha valaki egyedül van és pár kerest, akkor ne a másik felét keresse, ne a jobbját, vagy bármiét, hanem egy olyan embert, egy olyan férfit, aki mellette van, és egymás mellett haladnak együtt, és a kettőjük energiájával, a kettőjük varázsával még többet tudnak létrehozni, és még többet tudnak adni a világnak, meg önmaguknak is, meg egymásnak. Tehát én most már úgy látom, hogy mi ezt azért meg tudtuk csinálni velem. Pedig én mindig azt mondtam, hogy az én másik felem,
ő nem a másik felem volt, hanem az ő nekem a társam, a párom volt, és egyenrangúan mentünk egymás mellett, és vittük egymást. Marci megosztotta velünk nőnapi üzenetét is. Ha most elnézem a nőket, és magát a női társadalmat, hál' az Istennek azért most már egyre több nő érzi azt, hogy nőként szeretne már érni, és nem a harcos mi voltját szeretné, nem az egyenjogúság érdekli, hanem azt, hogy nőként megélhesse, és női minőségben élhesse az életét. Én úgy gondolom, hogy az önelfogadás egyrészt az önszeretet, és az önmagunknak való megbocsájtás, ami hatalmas erőket tud felszabadulni, szabadítani bennünk. Tehát én mindig azt hittem, hogy majd másnak kell megbocsájtani, és pont a párom elvesztésével volt az, amikor leesett a tantusz, hogy nekem nem másoknak kell megbocsájtani, hanem önmagamnak kell megbocsájtani, hogy egy adott helyzetben valamit nem láttam át, nem vettem észre, vagy hagytam, hogy valamit megtegyenek velem, hogy erről nem a másik tehet, ezt magamnak kell megbocsájtani, hogy én nem voltam elég éber, és nem voltam elég figyelmes esetleg, és én ezt hagytam, hogy ez megtörténjen velem. És amióta én ezzel a szemlélettel vagyok, nekem sokkal könnyebb. Nekem sokkal könnyebb. És lehet, hogy ezek olyan magas léptű szavaknak tűnhet másoknak, de remélem, hogy másoknak is leesik ez, hogy valóban önmagunknak kell megbocsájtani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazin műsorát látták. Viszontlátásra!